Jó napot kívánok, sziasztok kedves nézők, köszöntünk minden kedves érdeklődőt az M3 autóparkban, Concerto is, én leszünk a háttérben, előtérben Concerto bal keze lesz még, ő mutatja meg a dolgokat, látjátok egy Mercit fogunk megnézni, egy A150-es fogunk megnézni, 2007-es darabot, egészen én azt gondolom, annak ellenére, hogy ennyi idős, egy egészen újszerű állapotú, nagyon szép kis kocsi, 132.000 km futású az autónk, és én úgy láttam, hogy Feri és Peti kollégám nálunk vannak, mint mindig szoktak lenni, állandó két szakértőnk, látom, hogy van két kulcs, amit hoztak a srácok, az itt is van, mind a kettő nagyon szép állapotú különben, és a műszaki vizsgát is néztem, tehát 2021. decemberig szól, és ugye automata váltós az autónk, sok extra van benne, megvan az összes kis papírusza, amit megkapott a tulajdonos hozzá, tehát a gépkönyve, leírások, meg minden, illetve, mint látható, egy elég komolyan, szépen rendben és karban tartott a jármű, tehát itt nyoma van itt az előzményeknek, tehát abszolút garantált, nagyon szép kis jó állapotú kocsi, szervizel darab, tehát oda bedugjuk a kulcsunkat, beszippantja az a kis hely, ahová betettük, ugye 132-272 az óraállásunk, van itt ABS, mint látjátok, és minden kialszik, kibért el ugye a kézifékünk, és hogy nem kötöttem be magam. De van még itt jó kis extra, például sebességlimitet és tempomatot tudunk vezérelni ezzel a karral. Innen a komputerét tudjuk nézegetni, ami ott szemben jelenik meg, innen pedig a gyári zenét tudjuk szabályozgatni, hogy mi szóljon és hogy szóljon, illetve nagyon szép bőrkormány van itt előttem. A váltó is egy kis bőrbevonatot kapott. Itt a CD rádió, és automata a klímája, és itt van az automata váltónk is, amit lehet sportfokozatba is kapcsolni, és manuális ilyen kis tiptonikos verzióba is be lehet húzni, és lehet így jobbra-balra rakosgatni a sebességet, ami nekünk tetszik. Aztán itt látható, itt a felirat is különben, egy egyes sebességi fokozatban vagyunk, aztán ugye visszateszem a helyére, ebbe a park fokozatba, és így nem tudunk elgurulni, legalábbis olyan, mintha berántottuk volna a kéziféket. Összességében 4 darab elektromos ablakot találunk itt balkész felől, legalábbis ablakot nem, az csak egy van, de 4 gomb van, mert az összeset lehet nyomkodni, és ugye van centrázár is benne, szépen be tudjuk magunkat zárni, és elektromos tükrök jobbra-balra. Közben kiszállok. Egy félbőr kárpitos autót nézegetünk, ugye oldal légzsákkal. Nagyon szép Mercedes-Benz feliratta, állítható magasságú üléssel és kormányoszlopban rendelkezik. Ide is bekukkantunk, tehát akik magasabb esetleg a családban, az itt nagyon kényelmesen el fog férni. Itt óriási a térnek a hely, és mint fejnek is fölötte, és nem fogja kijutni a tetőkárpitot egy 2 méteres ember. Tényleg hatalmas hely van benne, az ember ide beül, és itt kényelmesen el lehet férni. Hátul is egy elektromos ablak, és egy ezüst metál autót nézegetünk. Világos szürke metál, szép alufelnék vannak rajta, ezek Mercedes márkájúak, és Goodyear márkájú nyári gumiszett van már az autón. Nem kell megijedni, hogy nincs téliszett, mert van. Itt van mellettem, szép alufelnik. Alufelniken vannak ezek a Redenstein gumik. Nagyon jó állapotban vannak ezek is, mind a 4 darab, és ugye megvannak a csavarjai, ebből a piszkos zacskóba beletette a gazdája. Külön csavar szettje van neki. Csomagtartót is kinyitom, ide meg lehet tekinteni, hogy van benne róló, ami kivehető egy mozdulattal. Óriási hely van itt még a fedél alatt, két rekesz jobbról és balról található, még és dönthető ülésekkel rendelkezik. Nagyon szép romdíszítések, mind a lökháríton, mind pedig a csomagtér ajtó nyitónál. Oldal, tükör oldal indexes. Itt is elő a kromdíszítések, illetve láthatóak a lámpai, hogy gyönyörű hibátlanok, ezek ilyen projektoros lámpák, kötfényszóros az autó, nagyon szép tiszta zöld színű üvegezése van az autónknak, itt pedig látható, hogy ez az 1.5-ös motor, normálisan ketyenészik a motortérben, itt is van ugye karbantartásra egy címke, 2012 5. hóból különben, egy jó 10 hónappal ezelőtt volt az autó szervízbe.
tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó vétel, aki eljön és meg akarja nézegetni, az M3 autóparkba ezt meg tudja tenni. Reggel 9-től este 6 óráig várunk minden érdeklődőt. Köszönöm szépen, hogyha nyomtok egy ilyen jelet a videó végére, iratkozzatok fel a csatornánkra, és természetesen gyertek el személyesen a bizonylátásra.